pénzenergiát küldött közbe, meg gyurcsókoskodott. Ha már, hogy a másik felem. Megvilágosodtál, már kisütött a nap persze. A te hangodat most nem hallani. Na igen. Szóval ez az a kalóda, amiről beszéltünk már több ízben, hogy ebbe érkezett a tűzifa, csak félbe vágtuk. És ugye ez az egyik fele, ez a másik fele, és akkor így nyitottá vált, és be lehet pakolni ide a jelenleg a gyümölcsfáknak a darabjaik, de amúgy viszont a magát a tűzifa hasábok voltak benne. Tök mindegy, hogy mit tárolunk benne, ez egy ilyen praktikus megoldás, csak hát borul kifele. De nem is ez most a téma, hanem itt volt az első, hogy láttam a zöld gyíkot, amit én annyira szeretek, amiről már beszéltem, és volt is talán már feltöltve róla felvétel, ha nem, akkor majd ezt nem fog jönni. Szóval itt találkoztunk először, ő itt megbújik, jön, megy, átmegy a téglakupacra, a téglakupac nem tudom látszik-e mellette, de szereti ezeket a napsütötte helyeket, szóval ott a falra felmászni, vagy itt mit tudom én, és utoljára, amikor itt nagyon sokáig nézegettem, akkor fölmászott a falra és elment. Én azóta nem láttam, de nagyon remélem, hogy ez nem jelent semmit, és még vissza fog jönni, ugyanis megmutatom, hogy miért. Póráz. Itt az esővíztározók vannak, amit átvariáltunk, mert a hátul voltak a kertnek a végébe, de most átraktuk őket ide olyan helyre, ahol tartózkodunk, és ahol nagyobb szükség van igazából rá. Tehát hátul is nyilván szükség van rá, de ez így nekünk most jobb, praktikusabb. És akkor megérkezünk. Az a baj, én most nem látom vissza, amit látsz. Megérkeztünk, tehát ez viszont egy... Kaptam egy fülest, egyik kedves néző írta, hogy gyíkvárat miért nem csinálok. Hát köszönöm szépen az ötletet, teljesen abban a pillanatban, hogy ezt olvastam, rákattantam a témára, és rá is kerestem, hogy ez pontosan mit jelent, mi az, hogy gyíkvár. Most túl azon, hogy nyilván van valami elképzelése az embernek, de hogy... akár kereskedelemben, akár ha magad épített, hogy ez pontosan mit jelent, megnéztem. Hát ilyen ötlet, ilyen inspiráció gyanánt. Aztán végül is maradtunk, hogy dolgozunk abból, ami van. És korábban bemutattuk ezt az ablakot. Ez látszik most ez az ablak? Hogy ez egy tetőtéri ablak volt, amit ide a kis szintén fatároló előtető alá beraktunk ilyen szélvédelmi szempontok miatt. Tehát ez az ablak igazából bent számít, a benti dolgok miatt volt, viszont ide elé, ha már ide lett rakva, ide megépítettük ezt a gyíkvárat, úgymond, és mint említettem, abból ami volt, tehát nekünk tégla volt, egy ilyen pár bontott tégla, annak egy része, ott az látszik, annak egy része ott az új asztal alá került, ezt is szintén mutattuk, amikor kalapáltuk le a téglákról a vakolatot, az ott szépen ottan jó funkcionál, az ott tökéletes, egy másik része pedig ide került a gyíknak. Én naív vagyok, én azt remélem, hogy ide a gyík be fog költözni, mert ezt szeretném, és ezért ez meg fog történni. Tégla, meg ezek a szőlővenyigék vannak a tetején. Igazából ennyi, meg volt egy olyan gyökerünk, az már nem is tudom, hogy milyen fának tántölgy. Mindjárt rámegyek közelről, és akkor megnézzük. Jó. Az részleteket. Jó. Tehát az ott egy tölgyfának a gyökere, amit egy párszor próbáltunk feldarabolni, hasítani. Ez nem nagyon ment. Tehát ez már olyan kemény, hogy nem ment. Nem igazán akartunk vele tovább szarakodni, volt már pár ilyen, és azokat mind feldaraboltuk, ezt nem sikerült. Tulajdonképpen adta magát, hogy akkor a gyík megkapja. Mármint a gyíknak látszó, egyelőre ugye itt nem lakik senki, csak reméljük, hogy fog. Tehát az ott egy ilyen gyökér, az teljesen tökéletes erre a célra. Állatkereskedésekben, amikor ilyen teráriumokba is vannak ilyen fakérgek, meg különböző kis szikladarabkák. Napozó sziget. Hát így van, így van. Aztán ott mögötten ő a borostyán, ugye az borostyán, jól emlékszem? Igen. Az még sehol soha nálunk így nem nőtt. A kert több pontján láttuk felbukkanni, de valahogy mindig eltűnt. És most ott megint nő, próbáljuk ide felfuttatni az üvegre, ami ugye nekünk ott tartózkodunk
ilyen esős időkbe. Tehát itt, amikor kiindulunk a kertbe, akkor ide be tudunk húzódni az eső elől, mivel hogy nincsen ilyen terasztető, ami alá minden estül beférünk. Tehát visszatérve itt a gyíkvárra, hát tulajdonképpen ennyi a történet, téglák. Meg amit raktál oda, ott, amit mutatok. Ja, őket. Igen. Hát ő pedig a kövi rózsa, ami állítólag egy nagyon hasznos növény, olyannyira, hogy a... Hogy hívják azt a másikat? Segítsél? Aloe vera. Tehát az aloe verát azt nagyon felkapták, hogy az mindenre jó varázsszer, és soha többet meg se halsz, hogyha azt használod, meg magadra kened, meg mindent csinálsz vele. Egyébként tanúsíthatom, hogy nekem is, amikor megégett, egy picit megégettem magam, be lett vele kenve, és azt tényleg használ. Meg neked is valami sebre, nem tudom. Igen, használ. működött. Na és állítólag ez a kövi rózsa a nevéből adódó, hogy, vagy adódik, hogy köves talajt vagy kövek között szeret ő éldegélni és szaporodni. Nálunk itt a medence, ahol a medencéből kinyerjük a vizet, ott egy ilyen kicsi sziklák vannak, hát sziklás, túlzás, egy kis kövek vannak elhelyezve, és ott nőnek ők, és onnan lett ez ide átültetve. Meg van ott neki itató. Igen, ott van egy kis műanyag, sajnos nem találtam jobbat, egy kis műanyag tálabba vizet raktunk. Amúgy az a gyökér, ami ott van, az a gyökér, az pont így hosszába, ahogy most én mutatom, úgy hosszába, így kényelmesen el tud feküdni és napozni. Igen, hát hogyha ide jönne, akkor igen. Ha ide jönne, illetve hát úgy lett kialakítva, hogyha tényleg tetszene neki, ha tényleg beköltözne, én itt bárhol ki tudjon nyújtózni, és akkor mi láthassuk. Tehát ez a lényeg, hogy láthassuk, ahogy ott itt jön, megy. Az a baj, hogy a macskák is jönnek, mennek. Sőt, tegnap itt feküdt az egyik macska. Igen. Hát te mondtad még a Bibi. Ja, tényleg, mert itt volt, tényleg, és figyelte meg ott is. Na. Menjünk tovább, és akkor megmutatjuk, ami annak az üvegnek a másik fele. Igen. Közben itt a trombitára vessünk egy pillantást, ha már ilyen menős mozifilmet csinálunk. A trombita jelenleg így néz ki. Gyönyörű szép, még ennyire szép nem volt, amióta megvan. Most ő hány éves is? 4? Hát öt? Sok. Azt hiszem talán 4 éves lehet. Tavaly, vagy tavaly előtt virágzott először. Nem, tavaly virágzott először, és most is van vagy 4-5 bimbó rajta, ha nem több. Aztán mögöttem. Ez nehéz ez az operatőrködés így állványjal. Mögöttem az új asztal, ahol mindjárt elfogyasztjuk a kávénkat, mert igazándiból azért jöttünk ki. Hopp, egy levendula, ha már itt vagyunk. Ez már a saját szaporítás, csúnya szóval élve. Azért ne essél el, vigyázz, ne essél el. Na és akkor az egésznek a lényege, szerintem szükségtelen közelebb menni, mert a napfény úgyis így össze-vissza megtörik a... Tehát ilyen árnyék foltos az egész történet, úgyse lehet egy az egybe azt látni, amit esetleg ilyenkor szeretne az ember. Az egésznek ez volt a lényege, hogy ez a úgymond gyíkvár odaépült fel, hogy az üvegnek a túloldaláról viszont lehet látni, hogyha beköltözik az a bizonyos gyík. Ha véletlenül nem így lenne, és mondjuk egér költözne be, hát őszintén szóval azért se sértődnénk meg, már olyan értelemben, hogy látjuk, hogy mi történik. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok. Az más kérdés, hogy mit teszel ellene, a macskák ezt nyilván megoldják, de én az így zöldjékről szeretnék beszélni. Szóval itt ennyi a lényeg, hogy így bentről látjuk, illetve a másik pedig, hogy az asztal most benne van? Egy része. Mert az asztalnak pedig az a lényege, itt a kis tető előtt, várjál, lelépek ide. Szóval az a lényeg az asztal, illetve ennek a kis előtetőnek, ahogy az előbb is mondtam, hogy mi most ott tartózkodunk, ott ülünk kint, de be tudunk ide húzódni, ha véletlenül jönne egy ilyen eső, vagy egy ilyen kisebb zivatar, akkor ide beülünk, az asztal marad kint, és ugyanúgy ülünk tovább, illetve közben lehet látni, hogyha ott bármiféle mozgolódás van. Szerintem ennyi, most mindent elmondtam az zöldjékkel kapcsolatban. Napok óta nem láttam őt, úgyhogy nem láttuk őt, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán itt lakik-e még, de majd most a fullos kecóba be fog költözni.
ez itt egy madártető, amit hamarosan lebontunk és áthelyezünk máshová, illetve ő pedig a paradicsom. És még van egy csomó paradicsom kiültetve, ez csak egy kicsi része. Nem tudom, hogy lesz-e még alkalmunk kiültetni, mert meg fog-e még tudni nőni. Hát most egyelőre így áll. Úgyhogy ez a kis kuckónk most nekünk gyíknéző vagy gyíklessel az oldalán. Megyek, meglesem, közelről. Jó.